elindul középen Víg. Balog is ott van. Víg tovább megy, még mindig az övé. Lövés, Gáspári. Ígéretes, szép akció. Kékesi megy a szögletet elvégezni. Feljön Híres is. Megpróbálják visszahúzni, laposan jön a labda. Újabb szöglet. Ismét Kékesi. Lőrinc, és gól! Elaludt a Váci védelem, Kékesi szögleténél Lőrinc jött előre. Senki nem zavarta, szabadon fejelhetett, Brockhauser hiába volt rajta a labdán. 1-0 a vendégcsapat az MTKVM javára. Fejeltél te már gólt, vagy lőttél egyáltalán gólt az NB1-ben? Még NB1-es meccseim során még nem sikerült betalálnom a hálóba, ez volt az első. Hát a gól az meg egy jó beadás után. Szögletet íveltek be. Igen, szögletet ígelt be a Kékesi Rezső, és jól sikerült a dolog. Tehát senki nem zavart téged? Nem, mert én a hosszú sarokról indultam, és nem jött velem senki. Én is meglepődtem, hogy üresen fejelhetek. Tudatosan fejelted oda, ahova fejelted, vagy pedig úgy csak befejeltél a kapu felé, aztán megy, ahova megy? Hát mindenféleképpen kapura akartam fejelni, hogy ilyen jól sikerült, hogy felső sarokba ment, ez már külön szerencse. Horvát. Víg. Nem lő. Balog. Nincs les. Gáspár 11-es. Leálltak az MTK védők, várták, hogy Puy partjegyző felemeli a zászlaját. Az ismétléstől majd kiderül, hogy vajon jogosan várták-e. A tény-tény, hogy Gáspár aztán már belevetődött Balogba. 11-es tehát az első félidő, 28. percében a Váci Izzó javára, Váradi. És kivédi Gáspár! Te megkaptad a labdát. Egy pillanatig még meg is álltál, mert úgy érezted, hogy lesen vagy. Igen, először bizonytalan voltam, de utána éreztem, hogy nem fütyülnek, ezért tovább szaladtam, és láttam, hogy a gazsi kiindul, és egyértelmű volt, hogy elütött. Így igaz? Már egyszer volt nekünk egy ilyen beszélgetésünk, akkor a Siófok elleni mérkőzés után beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy te nem ütötted, el se érted. Igen, most... akkor nem volt 11-es, ez úgy érzem, igen, 11-es volt. Szóval most ilyen gond nem volt. Te a kapuból hogy érezted, hogy Balog lesen volt-e, vagy sem? Mert utána kiszaladtatok mind a partjelzőhöz, Puy partjelzőhöz. Hát talán úgy éreztem, hogy les volt. Hát ne, ilyenkor már nem nagyon vitatkozik az ember, amikor a bíró megítéli ezeket a dolgokat. Na most utána következett maga a rúgás. Hát ebben először is Vára Béla jeleskedett, azzal, hogy elvállaltad a 11-es végrehajtását. Volt már olyan, hogy egyáltalán kihagytál te 11-est? Hát volt rá példa, nagyon sokat lőttem, nagyon keveset hagytam ki. Hát körülbelül 2-3 alkalommal hagytam ki 11-est. Sorsdöntő pillanat volt, akkor úgy éreztük, hogy ha berúgjuk, akkor meg tudjuk fogni a mérkőzést, vagy pedig döntetlenül jobb lettünk volna. De szerintem, ha bemegy, akkor talán még nagyobb reményeket is visszettünk volna hozzá. Mi játszódott le benned? Hogy hova rúgod? Mi volt a terved, megváltoztatta, de esetleg eredeti elgondolásodat? Amikor megadta a játékot a 11-es, akkor eldöntöttem magamból, hogy a gacsinak a bal kezéhez fogom rúgni, ahova mindig is szokta, rúgtam. Nekimentem, nagy erővel előttem, de úgy érzem, picit előbb elindult ütemre Gazsi, és pont mellbe lőttem. Hát én megpróbáltam a lehető legtovább kivárni rúgás pillanatába, és csak a bal oldalra mentem. Oda. Szinte vártam, hogy oda fog jönni a labda. Váci bedobás. Durucskó mindenestül elviszi őt Híres. Talapa elindulhat, a felező vonalról indult, így tehát nincs les. Brockhauser kézzel, lábbal és aztán szöglet. Na ez érdekes dolog volt. Így a mérkőzés utolsó pillanataiban is van igazán szórakozása a közönségnek.
Végül is, hogyha talapa eldobja magát, akkor akár 11-est is kiharcolhatott volna. Ő becsülettel talpon maradt Brockhauserrel szemben. Így szöglet. Kékesi. Brockhauser. És ez a mérkőzés utolsó pillanata, utolsó momentuma. A kékfehérek sorozatban elért 3 győzelmük után negyedik győzelmüket is megszerezték. A váciaknak nem sikerült az újabb bravúr, nem sikerült a bajnok csapat ellen, itt hazai pályán sem a győzelem. Tény és való, hogy ezen a találkozón a kékfehérek azt a játékot mutatták, amely jellemezte őket az elmúlt bajnoki idényben. Higgadtan, pontosan, kombinációs játékra törekedve szerezték meg a 2 pontot, amely így teljesen megérdemeltnek mondható. 3 nagyon jól sikerült mérkőzés után hazai pályán vereséget szenvedni nem hiszem, hogy túlságosan nagy öröm. Hát örömről szó se lehet, de hát mit csináljunk, ezt is el kell viselni, fel kell dolgozni, aztán gyerünk tovább, mert más megoldás nincs. Mi volt végül is az, ami miatt ez a 2 pont az ellenfélhez vándorolt? Hiszen itt hazai pályán illenék a 2 pontot begyűjteni, bár nem erőssége a hazai játék a Vácnak. Igen, nekünk inkább az ellen támadások fekszenek, olyan típusú játékosaink vannak. Hát, hogy idehaza most kikaptunk, sajnos nem az első, ez ami gondot jelent. Nagyon sokan megkérdőjelezték, hogy miért játszott Váradi. Ráadásul még 11-est is hibázott. Hát ez olyan dolog, a 11-est azt hagyja ki mindig, aki rúgja. Most egészséges volt, eddig nekünk nagyon sokat segített a játékban, ennél fogva játékra jelentkezett, illetve egy olyan kényszerű csere volt, hogy a Herman 3 sárkalap miatt nem játszhatott, tehát így jogos volt, azt hiszem, hogy beállítottam. Azt hiszem, hogy először a bemutatkozáson kell túl lennünk, mert hiszen Verebes József vezető edző mellett a pályaedző Bolla Péter ritkán jut szóhoz. Miért van az, hogy mi beszélgetünk, és nem Verebes József? Hát ezt nem tudom, ezt Verebes Józseftől kellene megkérdezni. Hát jelen pillanatban az ősz folyam, tulajdonképpen én egy 2-3 hónapja kerültem ide az MTK-hoz, ő úgy döntött, hogy a nyilatkozatokat én adom. Egészen tavaszig, igen, legalábbis tavaszig. Ezt mondta nekünk. Igen. Minek volt köszönhető az, hogy az utóbbi mérkőzéseket, 3 mérkőzésen már győzött az MTK, és ezen a találkozón kifejezetten olyan játékot nyújtott, mint amilyet megszoktunk már az elmúlt bajnokságban? Hát én azt hiszem, hogy most már kilábaltunk azokból a dolgokból, amik ugye voltak az év elején, és úgy hiszem a kondicionálisan is megtalálta magát a csapat. Lelkileg is átesett egy súly ponton, és így azt hiszem, most már sorozatos győzelmek jöttek, és reméljük, hogy meg se állunk. Azt hiszem, hogy jóval nehezebb feladat egy széteső félben lévő csapatot ismét talpra állítani, mint egy csapatot első szándékkal felbumpálni. Hát nem tudom, ez egy más feladat, ez egy új feladat. Úgy érzem, hogy most már sikerült ezt megoldani, és jól jön nekünk a pihenőidő. És akkor a téli felkészülés alatt pedig egy jó felkészüléssel, tulajdonképpen ezzel az eredménnyel, ezzel a pontszámmal oda tudunk érni a dobogóra is.